Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Az Úr legyen veletek. Kedves testvéreim, Szent misét elhunyt családtagokért, ismerősökért, jótevőkért és barátokért ajánlom fel. Mai napon Szent Márk, István és Menyhért áldozópapok kassai vértanúk emléknapját üljük. Kőrösi Márk, horvát származású, esztergomi kanonok, Pongrácz István, jezsuita, Krodec Menyhért, lengyel származású, szintén jezsuita, a kassai várkapitány házában kerestek menedéket, amikor 1619-ben Betlehem Gábor vezére Rákóczi György elfoglalta Kassát. A hajduk mindhárom papot katolikus hitük megtagadására akarták kényszeríteni, és mivel azok erre nem voltak hajlandók, iszonyú kínzások közepette kivégezték őket szeptember 7-én. Csontjaik egy része a nagyszombati jezsuita templomban van elhelyezve. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy tiszta lélekkel vegyünk részt ebben a szent áldozatban. Urunk Istenünk, könyörülj rajtunk! Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat! Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre! Dicsőség a magasságban Istennek. A bölöm égesség a jó akaratú embernek. Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged, áldunk. Thank you.
Könyörögjünk! Urunk Istenünk, segíts meg minket, Szent Márk István és Menyért, Kassai vértanúk közben járó imájára, hogy akiknek győzelmét örvendezve ünnepeljük, azoknak álhatatos hitét is kövessük. Ami Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány a bölcsesség könyvéből. Így szól az örök bölcsesség. Az igazak lelke Isten kezében van, és a halál kínja nem érheti őket. Az esztelenek szemében úgy látszott, hogy meghaltak. A világból való távozásukat balsorsnak vélték, elmenetelüket megsemmisülésnek. Ők azonban békességben vannak, mert ha az emberek szemében szenvedtek is, a reményük telve volt halhatatlansággal. Kevés fenyítés után nagy jó téteményekben részesülnek, mert Isten próbára tette, és magához méltónak találta őket. Mint aranyat a kohóban, megvizsgálta, és elfogadta őket egészen elégő áldozatul. Az utolsó ítélet idején majd fölragyognak az igazak, és olyanok lesznek, mint a szikra, amely a tarlón tova harapódzik. Nemzetek fölött ítélkeznek majd, és népeken uralkodnak, és az Úr lesz a királyuk mindörökre. Akik benne bíznak, akkor majd megismerik az igazságot, és akik hűségesek voltak, szeretetben nála maradnak, mert kegyelem és irgalom lesz választottainak osztályrésze. Ez az Isten igéje. Az Úr hazanyít a Sionnak fogjait,
Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak. Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de a lelket nem tudják megölni. Inkább attól féljetek, aki a lelket is, a testet is a pokolba taszíthatja. Egy fillérért ugye két verevet adnak, és mégsem hull a földre egy se közülük atyátok tudta nélkül. Nektek pedig minden szál hajatokat számon tartják. Ne féljetek hát, sokkal többet értek ti a verebeknél. Ha valaki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom őt atyám előtt, aki a mennyekben van. De ha valaki megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom őt atyám előtt, aki a mennyekben van. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim, a három szent kassai vértanút ünnepeljük, akik egy olyan korban haltak vértanú halált, amikor tulajdonképpen Európa már keresztény volt, és nem pogányok ölték meg, hanem másik keresztények. És hát valóban ez rámutat egy olyan problémára, aminek a gyökerét nem a vallásokban kell keressük, nem a különböző keresztény felekezetekben, és azt hiszem, hogy nem egymásra kell mutogatni, hogy bezzeg ők, hanem abból fakad, hogy ilyen az ember. Hogy vannak olyan kérdések, dolgok, amikor valamihez mereven ragaszkodunk, és bizony őre tudunk menni azért, mert nekem van igazam. És bizony ez az adottság, ez ott rejlik az emberben. Mindaddig, amíg Krisztust követve lassan a Szentlélek ki nem koptatja belőlünk azokat az indulatokat, ösztönöket, amik szerint ilyenkor működünk. Hát ezek a kassai vértanúk is ennek lettek az áldozatai az emberi gyarlóságnak. Egy olyan korban adták az életüket Krisztusért, amikor Krisztus hívők tudtak adott esetben akár őre menni más Krisztus hívőkkel, mondván, hogy ti nem azt valljátok, amit mi vallunk. Amikor most a kassai vértanúkat ünnepeljük, akkor azért meg kell említeni azt, és hála Istennek, hogy ma már sokkal inkább úgy tudunk egymásra tekinteni a különböző keresztény felekezetek, hogy testvérek vagyunk a hitben. Több az, ami összeköt bennünket, mint az, ami elválaszt. Hiszen a Jézus Krisztusban való hit, annak a megvallása, hogy ő a megváltó, ő az üdvözítő, azért ez közös. Milyen jó az, hogy tudunk közösen imádkozni, hogy tudjuk közösen dicsőíteni az Istent. Ebben valóban közös talajon állunk. És lehetne még tovább sorolni a hitnek az alapigazságait, amelyekben közös nevezőn vagyunk. És ezért adjunk hálát a Jóistennek, és köszönjük meg azt, hogy közösen tudunk Istenhez fordulni, és sok mindenben közösek tudunk lenni. A fontos ugyanakkor az is, hogy imádkozzunk az egységért is. Azért, hogy újra egy nyáj legyen és egy pásztor. Hogy a kereszténység megint egy legyen, mint ahogy Krisztus alapította, és ahogy ez a kezdetektől is volt. Hogy ehhez az egységhez vissza tudjunk térni, és újra egy nyáj és egy pásztor legyen. A mai ünnep ugyanakkor azért azt is elénk állítja, hogy ezek a kassai vértanúk, akik a hitükért vérüket ontották, ők azért a katolikus hitért adták az életüket. Tehát azért ezt is ki kell emelni, és figyelemre méltó, mert a vértanúság az mindig egy tanúságtétel. Amikor mondjuk azt, hogy hát én ebben hiszek, és nekem ez milyen fontos, ezek nagy szavak. Ezeknek a szavaknak akkor lesz súlya, akkor lesznek hitelesek, ha áldozatot is hozok ezért. És legfőképp akkor, ha az életemet is kész vagyok adni. Az egy olyan pecsét, az egy olyan nyomaték, hogy ezt tényleg komolyan gondoltam. És hát ők hárman, ők nem egyszerűen a keresztény hitért adták az életüket, hanem azon belül a katolikus hitért. Ugye azért konkrétan, hogy a katolikus hitnek van egy vezető, Péter utóda a pápa, hogy vannak fölszentelt papjaink, hogy az eukarisztiában, itt az oltáron Krisztus valóságosan megjelenik, és jelen van mindaddig, amíg a kenyér kenyér és a bor bor. És ők ezért adták oda az életüket.
nem egyszerűen azért, mert hogy Jézus Krisztus az Isten fia és a megváltó, mint ami a hitünk legfőbb igazsága, de hogy azon belül kifejezetten a katolikus hitért, hiszen maradhattak volna ők keresztények egy másik felekezetben, de ők a katolikus hitükért. A kassai vértanúk, Szent István, Márk és Menyhért vértanúsága tehát egyfajta tanúságtétel arról, hogy mennyire fontos a katolikus keresztény hitigasságok, azok, amiket sajátosan a katolikus egyház őrzött meg mind a mai napig. Tegyük fel a kérdést a magunk számára, a magam számára, hogy mennyire fontosak ezek számomra. Amikor fölmerül az a kérdés, hogy hát vasárnap ott legyek-e a Szentmisén, most lehet online módon is részt venni a Szentmisén, persze nem lehet, de van, akik szerint ez lehet. Mennyire fontos nekem az, hogy ott vagyok a misén? Ha online veszek részt, nem tudok áldozni. A képernyőt hiába nyalom meg, attól nem tudom Krisztust magamhoz venni. Mennyire fontos számomra, hogy az eukarisztiában Krisztust veszem magamhoz? Mennyire fontos számomra, hogy mennyire figyelek oda arra, hogy egyházunknak van egy vezetője, a római pápa, akin keresztül a Szentlélek vezet bennünket. És hogy akinek megadta azt a kegyelmet, hogy ha ex-katedra szól, akkor hit és erkölcs dolgában tévedhetetlenül nyilatkozik, és őrzi az Úr az ő egyházának ezt a tévedhetetlenségét. Mennyire fontos számomra, mennyire tisztelem azokat a papokat, akiken keresztül újra és újra a bűnbocsánatban részesülök, vagy az eukarisztiában, és még hogyha gyarlóak is, és megvannak a bűneik bizony, de hogy imádkozom-e értük. Hát a kassai vértanúk ünnepe irányítsa rá a figyelmünket ezekre a speciálisan katolikus hitigasságokra, mert volt három vértanunk, akik kimondottan ezért és csak ezért adták oda az életüket. Legyen az ő tanúságtételük számunkra is egy megerősítés, hogy számunkra is ezek az igazságok váljanak fontossá, legyenek fontosak a mindennapokban. Amen. Imádkozzunk testvéreim a mi Urunkhoz, Jézus Krisztushoz, aki a vértanúk hősiessége által mutatja meg a világnak az igaz hit értékét és az áldozatvállalás magasztosságát. Vértanúidért, akik mind halálig hűségesek maradtak hozzád, őrizd meg népedet az igaz hitben. Kérünk téged. Vértanúidért, akik szabad lélekkel tettek tanúságot rólad, add meg az egész világnak a lelkiismereti szabadság ajándékát. Vértanúidért, akik téged követve keresztjüket vállalták, add, hogy az élet minden baját mi is erős lélekkel viseljük. Vértanúidért, akik tisztára mosták lelkük köntösét Szentvéredben, add, hogy legyőzzük a test és a világ csábításait. Vértanúidért, akik együtt uralkodnak veled, fogadd be elhunyt testvéreinket, rokonokat, családtagokat örök országodba. Győzelmes királyunk Jézus Krisztus, látod, hogy nélküled mennyire gyengék vagyunk. Állj híveid mellett a megpróbáltatás idején, és add meg nekik erősítő kegyelmedet, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Thank you.
Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Urunk Istenünk, szálljon bőséges áldásod ezekre az adományokra, és újítson meg minket szeretetedben szent vér tanúit példájára, Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek. És a veletekkel. Emeljük föl szívünket. Ölelhetünk az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Mert téged magasztalunk, amikor szentjeidet dicsérjük, és amire csak képesek voltak szenvedésükben, az mind a te hatalmad csodálatos műve. Kegyelmeddel tápláltad jóságosan hitük lángját, megszilárdítottad kitartásukat, és győzelemre segítetted őket a harcban, Krisztus, ami Urunk által. És ezért mi minden égi és földi teremtménnyel új éneket zengve imád téged, és mi is együtt az angyalok egész seregével hangos szóval hirdetjük, és vég nélkül zengjük. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség, Ura Istenem, valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő, mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket,
hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek minnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Péter püspökünkkel és az egész papsánkkal együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal, és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmatból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Mondjuk el együtt a lelki áldozás imáját. Uram Jézus Krisztus,
Hiszek benned, imádlak téged, és szeretlek téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szent áldozásban, hogy veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és védj lakást benne örökre. A mi Úrunk Jézus Krisztus teste őrizzen meg engem az örök létre. Köszöntelek, ó Jézus, az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen. Tied akarok lenni életemben és halálom után is. Amen. Könyörögjünk. Urunk Istenünk, a mennyei szentség megújított minket, és örömmel töltötte el lelkünket. Add, hogy részesedjünk szent vértanúid dicsőségében, amelynek zálogát e szent titkokban elnyertük, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. A szent mise véget ért, menjetek békével. Istennek legyen áldó. Oltalmad alá futunk, Istennek szent anyja, könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idejét.
hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől, mindenkor dicsőséges és áldott szűz. Mi asszonyunk, miközben járunk, mi szószólunk, engeszteld meg nekünk szent fiadat, ajánlj minket szent fiadnak, mutasd be minket szent fiadnak. Amen. Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, kik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Thank you.